Sziasztok! TrainSmart újra, a gyakorlatok bemutatásában Pozsonyi Zsolt lesz a segítségemre, és a téma, ami mindenkit érdekel, a bunyó. Emlékeztek Bruce Lee örök klasszikusára, a Sárkány közbelép című filmre? Az alkotás abból a szempontból lényeges, hogy a modern koni MMA-nak az előfutára volt. Nemrég lehetőséget kaptam arra, hogy egy MMA egyesületben bemutató edzést tartsak a srácoknak, nagyon ügyesek voltak. Ennek a mozgásanyagát fogjátok részben megkapni, a TRX-es és a homokzsákos gyakorlatokat. Nézzük is egyből az elsőt, TRX-en a kigördülés lesz. Zsolti felveszi a gyakorlatnak a végpontját. Ugye ez abból a szempontból lényeges, hogy olyan dőlésszüget válaszol, ami derékból, vállból még bátran bevállalható, és amikor már fárad, akkor se legyen olyan kellemetlenség, hogy bejti a derekát, vagy a válla megugri. Tehát vállszélességű terpesz, medencét bebillenti, farizon feszes, vállakat visszahúzza, lapockazát, és a törzsét folyamatosan feszítés alatt tartja, ugyanúgy, mint bunyónál, amikor kapod az ütéseket, nem engedheted el a törzsedet egy pillanatra sem, folyamatosan feszítened kell. Második gyakorlatunk a homokzsákkal végrehajtott rotation back lunge. Kiváló gyakorlat a rugások erősségének fejlesztésére és a koordináció csiszolására. Tehát megfogd a párhuzamos fogantyút, vállak lefeszítve lapockazát, egyik lábbal hátra lépsz, azzal ellentétes oldalra elvezeted a zsákot, a tekintet folyamatosan előre irányul, törzsből ellentartasz a zsák mozgásának, nem hagyod, hogy berántson. Térdboka stabilitás kiválóan fejlődik általa, a farizmot be tudod kapcsolni a mozgásba, illetve ennélkül végre sem tudod hajtani. Nézzünk egy picit dinamikusabb feladatot, egy dinamikusabb végrehajtást, majd tegyük bele a swinget, ezzel tudod azt a csípőmozgást elérni, ami a rugásokhoz Isten igazából kell. Rendkívül nehéz gyakorlat, látod Zsoltit is berántottam, nagyon fontos a korrekt végrehajtás. Köszönöm. Következő feladatunk az overhead back extension lesz, TRX-el. Kiváló gyakorlat az alsó háti szakasznak az erősítésére, valamint igazából az egész paravertebrális izomláncnak az erősítésére. Zsolti felveszi a kiindulási pozíciót, vállszélességű terpesz, lefelé tenyere néznek, vállakt visszahúzza az ízületitokba, és bejti a csípőt, majd a törzs és a kar egyszerre mozog magas tartásba. Ugye miért fontos ez? A bunyóban rengeteg dobás van, különösen az MMA-ban földharc, az ellenfélnek a földre vitele, dobások, húzások, hasonlóan a birkózáshoz. Nagyon-nagyon fontos, hogy a hát rendben legyen, és az alsó háti szakaszt megóvják a sérülésektől. Jó, köszönöm. Következő homokzsákos feladatunk a clean. Zsolti megfogja a párhuzamos fogantyút, vállszélességű terpesz, és egy erőteljes rándítása a testhez közel, felrántja a zsákot, medence bebillent, farizon feszes. Nagyon-nagyon fontos, hogy legyen egy erőteljes csípőlendítés. Nézzétek meg, milyen szépen csinálja. Hol köszön ez vissza az MMA-ban? Minden egyes földharc ellennél, minden egyes dobási technikánál ott van. Fantasztikus gyakorlat. Csináljátok. Köszönöm. Utolsó gyakorlatunk ismét egy TRX-es feladat lesz, a lunge. A térdrugások miatt ez rendkívül fontos. Zsolti beakasztja a lábát. Az elején mutatunk nektek egy olyan végrehajtást, amikor a térdboka stabilitást tudod vele fejleszteni, tehát beleállsz a rugást követően, még egyet légy szíves. És most nézzük meg dinamikus formában, amikor a ringben megy a cséphadarú, és folyamatosan rugni kell. Új, nagyszerű. Köszönöm szépen. Rendkívül komoly feladat, hogy megfog, de egyben lendületet is vegyél. Nagyon-nagyon komoly kihívás. Kaptatok 5 feladatot. Próbáljátok ki köredzésben. Bruce Lee mondta, hogy a rugás az rugás, az ütés az ütés. Az egyetlen dolog, ami a harcművészeteket megkülönbözteti egymástól, a mögéjük tett filozófia. Mi most a filozófiával nem foglalkozunk, csak a feladatokkal. Illesszétek bele köredzésbe, vagy hogyha dolgoztok küzdősportolókkal, próbáltassátok ki velük ezeket a feladatokat. Köszönjük, hogy néztetek. Sziasztok!